A település vezetés régi terve és vágya volt, hogy támogassa a sármelléki fiatalokat. Egy pályázatnak köszönhetően írták ki a kis példaképünk díjat, melyet a falu karácsonyon adtak át. Közösségi munkát végző gyermekekről van szó, kimondottan ez a pályázat fő célja, és tényleg ezt szeretnénk, hogy a gyermekekben ez a közösségi szellem visszatérjen, és egy kicsit át tudjuk adni majd későbbi ebbe ezt a szervezést is nekik. Az egyszeri 50 ezer forintos ösztöndíjra 14 és 20 év közötti tanulók pályázhattak. Összesen 4 fiatal érdemelte ki a kis példaképünk díjat. Dávid Ákos, Vörös Balázs, Horváth Zsombor és Boldi Bence. A Facebookon láttam posztban, hogy lehet ilyenre jelentkezni, ugye középiskolások számára, akik Sármeléken élnek és Sármeléken tudnak tevékenykedni, és ugye Sármeléken tevékenykedtem, itt a sármeléki idősek otthonában készítem a Facebook oldalt, és segítek a rendezvények lebonyolításában, kihangosításában. Aranydiplomát is átadtak a rendezvényen. Ferge Józsefné 50 éve végzett az EGRI tanárképző főiskolán. 1970-ben költözött Sármellékre, ahol 38 éven át tanított. A megható pillanatok közt azt mondta, minden tanítványára nagyon büszke, legyen az kétkezi munkás vagy orvos. A falu befogadott, én úgy érzem, a szülők pedig elfogadtak, és én igyekeztem úgy dolgozni, hogy tanítványaimat arra serkentsem, hogy tulajdonképpen erős akarattal, kitartással lehet csak sikereket elérni. Bolgár nyelvű kiszámolókkal és mondókákkal színesítették a falu karácsony műsorát. Sármelléki gyerekek adták elő a produkciót, ugyanis a településen bolgárul is tanulhatnak a diákok, a bolgár nemzetiségi nyelvoktató iskolának köszönhetően. Az intézménynek a zalavári Ciril és Metód emlékmű révén alakult kapcsolata előbb Zalavárral, majd Sármellékkel. Fölvettek Budapesten, és azt mondták, hogy szeretnének bolgárul is tanulni itt ebben az iskolában. És így idén az egyik tanárunk minden pénteken ide jön Sármellékre, és egy ilyen 26 fős csoport van a gyerekekből, két csoportban, ilyen kisebbek és nagyobbak, és bolgár nyelvet tanulnak. A hagyományos falu karácsonyon a helyi iskola tanulói adtak még műsort.